Na akkor a videón egy 12 voltos CO vezérlő klónt látunk, ablaktörlő motorral kivitelezve. Az eredeti verzióhoz képest nem sok különbséget látunk igazándiból, csak annyit, hogy a gréc el van látva a hűtőbordával, mivel ez a motor menet közben 3,5 ampert vesz föl, míg egy normál CO meghajtó motor 1 amperrel is gond nélkül elboldogul. Most akkor lássunk egy kis fordulatot és némi nemű fékezést. Igazándiból ez a motor teljessége alkalmatlan ennek a feladatnak a betöltésére, de olcsón beszerezhető, így aztán közkedvelt a amatőr CO építők körében. Nagyjából ez a leglassabb fordulat és a leggyorsabb, elég kicsi a fordulatszám átfogása, de nem csak ez az igazándiból a probléma, hanem a hatalmas áramfelvétel. Hát körülbelül erről ennyit.